Sziasztok! Újra 5 perces tipénk következnek, amiben egy sörhordót csinálunk, mármint, hogy nem hordót, hanem, hogy amiben tudjuk hordani, mert hogyha a sörünk van, akkor mindenféleképpen el akarjuk vinni. Nos, hogy értsük is, hogy miről van szó, és hogy miért vannak itt ilyen rendszámtáblák, meg ilyesmi. A lényeg az, hogy egy ilyen kis szerszámos táskaszerűséget szeretnénk csinálni, amiben sört tudunk majd hordozni, vagy esetleg ajándékba vinni, vagy a sógornak, vagy akárhol. A lényeg az, hogy két rendszámtáblát fogunk felhasználni az oldalához, hogy egy kicsit jobban nézzen ki. Nekünk ilyen rendszámtáblánk van, ezt amerikai rendszámtáblából szokták csinálni általában, meg abból szeretik, de szegény ember vízzel főz, nálunk kelet van közelebb, nem a nyugat, úgyhogy mi ebből fogjuk csinálni. Lesz az oldalán egy sörbontó, amivel még ki tudjuk bontani ezt, amit viszünk, úgyhogy nem érhet minket meglepetés, teljesen mindegy, ahova visszük, ott inni fogunk, ennyi, ez a lényeg. Szóval, ezeket a fákat először is felaprítjuk megfelelő darabokra, ehhez dekopírfűrészt használunk, a tetejét ívbe fogjuk kivágni, és akkor utána szépen összeállítjuk ezt az egész dobozkát, rátesszük a oldalára a rendszámot, és gyakorlatilag hordozhatóvá is válik. Most az első folyamatban levágom a léceket, és le fogom festeni, lazúrozni. Na, darabok levágva, lefestve, immár készen. Így fog kinézni az egész történet. Ez lesz a két oldala. Itt lesz a fogó, amivel tudjuk vinni. Ez lesz itt közte. Így. Ez lesz a talpa. Ez itt most pont hülyén áll. Illetve a két rendszám a két oldala. Most egy dolgunk van, hogy az egészet összecsavarozzuk, összeállítjuk, és akkor utána megmutatom, hogy hogy is néz ez ki. Teljes életnagyságban. Úgyhogy most csavarozunk, nem kell hozzá mások egy akusfúró. Ezzel meg lehet oldani. Tehát a helyzet úgy néz ki, hogy készen vagyunk, parti szett már belekészítve. Egyetlen egy hibát látok, ami most tűnt fel. Tehát rájöttünk hogy nem csak sörtartásra jó. Lehet bele más is tenni, illetve kólát, vagy akár. De egy dolog van. Rátettük ezt. Nem, ezt. Ide. Egy a gond vele, hogy nincs benne olyan sör, amit ezzel ki lehet nyitni. De a lényeg az, hogy működőképes a történet. Az elmélet gyakorlattá vált és működik. Én azt gondolom, hogy ha megyünk haverokhoz, zseniális lehet, tehát az utazócsomagunkat el tudjuk vinni, vagy akár ajándékba is. Ha ajándékba visszük, akkor arra figyeljünk, hogy akkor fognak a legjobban meglepődni, ha az ő rendszámát tesszük rá. Úgyhogy ennyi volt a hétre, jövő héten megint jövünk 5 percessel, a héten még lesz másik videó, de azt tudjátok úgy, ahogy szokott. Úgyhogy iratkozzatok fel, azt ne felejtsétek, és sok gyümölcslevet inni. Sziasztok!